Magyarország lovagvárai. Írta és helyenként költötte Mikszát Kálmán. Kosztolán Svehla vezér bűnhődése Nyitra megyében annyi a vár, hogy még ma is hemzsegnek ott a várurak. Persze a hadi kürt nem harsok ki a várodvarról, kobzos nem pengeti lantját a vár azon ablaka alatt, amelyikben muskátlis virágcserepek vannak, Sisakos lovag nem kéreckedik be a felvonó hídnál. A nagy oligarhák kihaltak, a városok részint épségben, részint romokban, részben szegény emberek kezeire jutottak. és innen a gúnyos röpke mondat a nyitrai várurakra, melyben a rossz magyarság is benne van. Várban lakok, bocskorban járok. A szőke vágfolyam folyam csupa várak közt jár. Nem is csoda ez, mert egyik megyében sem volt annyi várnak alkalmas hely, mint Hitrában. Már a bejövő magyarok is sok kasztrumot találtak itt. Galgócot, Nitrát például még a Tót hercegek építették. Ez még olcsón jutott a magyarok kezére, ha igaz, az a piros kantár, fehér ló dolog. A várépítéshez a királytól kellett engedét kérni. Ő jelölte ki a helyet is. És ez már bizonyos sablonra ment. Menj Nyitra megyébe, és ott építs. Százával vannak ott a várfundusok. Égnek meredező sziklák, teke alakú hegycsúcsok, regényes völgynyílások. A főuraknak még a saját birtokukon sem volt szabad várat építeni. Mindig a király adta az engedélyt és a helyet is. Minden vár két részből állott, a külső és a belső várból. A külső vár volt a legterjedelmesebb. Itt voltak az őrség és más várnép lakházai, az istállók, a gazdasági épületek és a kert. Itt szokták tartani a hadgyakorlatokat és a torna ünnepélyeket. Az egészet bástya köríté, néha mély árok és magas földsánc is. A külső várnak, mint egy a szíve volt a belső vár, megint bástyákkal erősítve. Mintha egy nagy karika gyűrűbe egy kisebb volna betéve. Itt állt az őrtorony, a várnép végső menhelye, a várúr lakása, itt volt a kút, víztartó medence. A külső és belső vár közt vonóhídon közlekedtek. A várúr és a családja a főtéren álló lakházat foglalta el. Itt volt a lovakterem, a kápolna, a vendégszobák, valamint a fegyvertár. Alul a börtönök húzódtak, nyírkos, borzasztó lyukak. A legtöbb várban alagút is volt, melynek titkát csak a várurak bírták, s mely messze, néha mérföldnyi távolságokban vezetett ki, lakatlan rengeteg közepén. Az őrtoronyban egész nap ott guggolt a toronyőr, rendesen a legjobb szemű fickó a várnéből, kémlelve, ügyelve a környéken történő mozzanatokra, s a várudat mindenről tudósítva, előre megállapított jeladással, tárogatóval vagy kürtel. Jó Nyitra megyében még a hegyek se voltak elegendők. A vágvölgy közepére, termékeny lapájra is jutott egy vár, Kosztolán. Királyi vár erősség volt hajdanában, s talán emlékezetes történetese lenne, mint annyi másnak, ha véletlenül belé nem botlik, Svekla vezér. Svekla vezér cseh volt, és a Mátyás király seregében szolgált, cseh csapatjával Józsoldért de a barátság csak addig tartott, míg Mátyás a horvátok ellen nem indult. Svehla vezér ekkor így szólott. A csehek és horvátok majdnem egy nyelvet beszélnek, egy vérből valók. Vér a vére ellen nem harcolhat. Eresz engem haza, főséges királyom. A király a fejét csóválta. Ritka sága cseben ilyen becsületes ember, majd hangosan mondá, Hát, eredj, nem bárom. A kedvetlenül kihúzott karnak, jól tudom, úgy is tompa az éle. Ellátta költséggel, s a cseh hazaindult. Amint ment, vendegélt Danoló csapatjával Morvaország felé, egyszerre eléjük tárult a reggeli szenden a fénytől bearanyozva, a gyönyörű völgy Kosztolán festői várával. Ez a paradicsom, lelkesedének a csehek. Itt volna jól lakni, vajat enni, olvasztott zsírt inni, mert ez a jólét non pluszult rája a cseheknél. Hmm, mormogta svechla vezér, van egy jó eszmém, de egy kicsit vakmerő. Éppen arra ment egy cigányasszony. A vezér rákiáltott. Hely, vénszipírtjo, erre, erre! Tudsz-e jósolni? Tudok, uram. Miből? Égi az nem ér semmit. Az égre nem hiszek, az messze van, s család. Én a tenyeredből jósolok. A tenyér? Az más, az az enyém. Abban megbízom, az nem csal meg. Nesze, fogjad, s jól nézd meg, mi áll rajta. A cigányasszony figyelmesen forgatta, nézegette a késztőerek kusza útját. Mondd meg, Sikerül-e az a vállalatom, amire most gondolok? Sikerül. Vesztek-e csatát? Halálod után győzetelle el? Viszem-e sokra életemben? Magas állásban fogsz meghalni. Ezzel a jóslattal körülbelül meg volt elégedve Svechla vezér, és a csapatjához fordult. Hát, tudjátok-e, mit gondoltam? Itt van ez a tündér vidék, amire azt mondtátok, hogy de jó lenne itt lakni. Hát lakjunk itt. Búza, fa, széna, víz van itt bőven, és azon felül annyi szép asszony, hogy Prágában sem több. Amott áll a vár, a királyi. Csiros fészek. Nehezebb volt építeni, mint beleköltözni. A király most el van foglalva a horvátok ellen. Vagy visszatér, vagy ott hagyja a fogát. De akármiesség, ezt a várat most gyerekjáték lenne elfoglalni. Van is benne őrség, meg nincs is. Foglaljuk el! rivagták a hosszú cselegények. Így foglalták el Sveklájék kosztolánt csekély ellenállás után. Svekla egészen otthon érezte ott magát, megerősítette, javítatta, mintha örökre az ő élet volna, és mintha örökre benne akarna lakni kiüzent Morva országba, ahol akkor a cseh nevezett vallásos párt fegyveresei feküdtek munkanélkül, hogy jöjjenek be, lesz itt elég zsákmány és hadikaland. Be is jöttek, mint egy kétezren, és Vekla valóságos kiskirály szerepét játszta velük, pusztítván a vidéket egész pozsonyig. Még akkor nem volt távírdadrót, sok idő beletelt, amíg a király megtudta a dolgot, s még több, míg az általa küldött sereg kosztolánhoz érkezett, hogy a várat visszafoglalja. Magyar Balázs uram vezette a sereget, aki nagy ellensége volt a cserablóknak. Alvezérei, faltörőkosokkal rendes ostromot akartak, Magyar Balázs tagadólag rázta a fejét. A csenek a legérzékenyebb része a gyomra éjséggel akarom őket elpusztítani. S körülvevén a várat csupán arra szorítkozott, hogy eleséget nem engedett bevinni. Nekünk jó dolgunk van idekön, ráérünk jól lakva bevárni, míg ők jól kiéheznek. A csehek tűrtek egy darabig, de Svekla előre látta a borzasztó véget, s néhányad magával az alagúton nagy titokban elmenekült, ótura felé, hogy segítséget hoz Morvaországból. Az őrségnek azonban az lett mondva: Bent fekszik betegen a szobáiban. Svechlára nem várt szerencse. Menekülésében elfogták az óturaiak, s magyar balázs elé került. Mátyás híres vezére nem soká törte a fejét misináljon, egyszerűen felköttette Svechla uramat szemben a várral, a legmagasabb fára, fejére helyezvén vezéri tollas kalpagját, hogy a vár népei rögtön felismerjék. Fel is ismerték, s lett nagy rémület. A gonosz rablók reszketve suttogták. Beteljesedett a cigánynő jóslata, magas állásban fogsz meghalni. De beteljesedett a másik is, hogy a Halála után győzetik le, mert a megijedt és kiéhezett őrség nyomban kitűzte Póznára a megadás jelét, a fehérkendőt.